Az 1842. február 25-én született Karl May elég különös fickó volt eleinte. Felnőtt élete kezdetén először a tanári pályával próbálkozott, később íróként próbált szerencsét, de sokáig teljesen sikertelennek volt mondható. Tanári évei alatt ráadásul számos alkalommal összeütközésbe került a törvénnyel, apróbb lopások és csalások miatt többször is börtönbe került. Aztán jött az 1875-ös esztendő, amikor is főhősünk végre talált egy kiadót, aki megbízott benne. És ez jó döntésnek bizonyult. A lendületes stílusban megírt kalandregények hamar népszerűek lettek, és az újabb és újabb sikerek újabb és újabb regényeket hoztak. A legnépszerűbb, vagy nyugati környezetben játszódó regényei kapcsán gyakran felmerül, hogy Karl May nem is járt Amerikában. Pedig járt többször is, csak igazából sohasem utazott a New York állambeli Buffalo-nál nyugatabbra, szóval maga a vadnyugat nem saját tapasztalatai alapján került a könyvekbe, lévén, hogy megírásuk idején ez a vadnyugat dolog már nem is nagyon létezett. A vadnyugati környezet közvetlen ismeretének hiányát viszont a szerző sikerrel pótolta élénk képzeletével, széleskörű olvasottságával, korabeli térképek, útleírások, néprajzi és nyelvészeti publikációk tanulmányozásával. Bár legismertebb és legnépszerűbb történetei a vadnyugathoz kötődnek, sokan kedvelték Arábiában játszódó regényeit is, melyekben a főszereplő Karaben Nemsi, azaz németországi Károly, aki átutazik a Szaharán és a Közel-Keleten helyi barátjával, Hadzsi Halef Omárral, miközben számos érdekes kalandba keverednek, de végül legyőzik az ellenséget és ellovagolnak a naplementébe. Ám a legjobbak akkor is az indián regények, melyekben Karl May világszemlélete meglehetősen romantikus. Ábrázolásában az indiánok többnyire a romlott fehér törvényen kívüliek ártatlan áldozatai, ezért leginkább pozitív hősként jelennek meg, tisztelet a kivételnek. Ezekből a könyvekből ismerhetjük a csodálatos Winnetou karakterét, az apacsok törzsfőnökéjét, valamint Old Shatterhandet, az író alteregóját, aki Winnetou fehérbőrű vértestvére. Azt hiszem róluk felesleges külön megemlékezni, hiszen Magyarországon alig hanem a kollektív tudat részei. Mégpedig annyira, hogy a kalandjaikról készült legismertebb filmfeldolgozások nézése közben soha senkinek nem ötlik eszébe, hogy az Amerikában élő, francia színész által alakított apacs törzsfőnök és barátja a német produkcióban, Jugoszláviában forgatott alkotásban miért énekli időnként telitorokból a szégyenérzet leghalványabb jele nélkül, hogy Liebe keine Übersteil.